Újfajta életkor ellenőrzési rendszert vezetne be a spanyol kormány, hogy megvédje a kiskorúakat az online pornótól. A spanyol miniszterelnök bejelentette, hogy átfogó törvényt akarnak elfogadni a kiskorúak internet használatával kapcsolatban, mivel a pornográf tartalmakhoz való hozzáférés szerinte valóságos járványá vált. A szakértők figyelmeztetnek a pornó kiskorúakra gyakorolt negatív hatásaira. A 8 és 12 év közötti korosztály bármilyen szexualitással találkozik, azt fogja megtanulni, és abból alakul ki a későbbi vonzódása. A legtöbb pornó ebben a korban linkeken vagy Playstation-cseten keresztül jut el hozzájuk, magyarázta egy szociálpedagógus. Hatással van az érzékelés torzulására a nyelvezetre, amelyel a nőkről beszélnek, tette hozzá egy pszichológus. A 12 és 15 év közötti spanyol gyerekek fele, illetve a 12 év alattiak negyede látott már pornót legalább egyszer életében. A 13 és 17 év közötti korosztály 70%-a rendszeresen néz felnőtt tartalmat, 30%-uk pedig azt állítja, hogy ez az egyetlen forrásuk a szexuális oktatásra.